Ugye ezt viszonylag pontosan tudom datálni, 1971-ben, ami azért elég régen volt, és a történet az úgy néz ki, hogy akkor én művészettörténet szakos hallgató voltam, és azt találtuk ki, hogy miután a művészettörténész képzésben a kortárs művészet semmilyen módon nem jelentkezett, semmilyen módon nem volt a része, ezért csinálnánk egy olyan kiállítást, ahol mi fiatal művészettörténészek válogatunk abból, ami éppen készül, abban a szempontból, mi az, amit mi érdekesnek találunk. És miután kortárs művészetet egyáltalán nem tanultunk, ezért kellett segítség a tájékozódásban, és két ember segített nekünk műtermekbe menni, válogatni. Az egyik volt Patkó Imre, akinek egy komoly magángyűjteménye volt, és aztán az ő gyűjteménye ugye a Győri Képtárba került a halála után, a másik pedig Esnagy Katalin, aki hát szintén kortárs művészettel és szociológiával foglalkozott, és ők javasolták nekünk a Gyurit, és aztán ez az az időszak volt, amikor a kalántai jeleket készített. Tehát keresett, ugye akkor volt a szemiotikának mindenképpen divatja, mindenképpen érdekes volt, és ő azon gondolkodott, hogy lehetséges-e valamilyen univerzális és ugyanakkor viszonylag konkrét kommunikációra alkalmas jelrendszert létrehozni. És erről nagyon sokat beszélgettünk, és aztán a kiválogatott képek, a tőle kiválogatott képek is ezt mutatták. Ami még érdekes volt, hogy egyáltalán hogyan lehetett abban az időben ezt a kiállítást megrendezni. Hát először is nekünk, mint a Művészettörténet Tanszék KISZ alapszervezetének kellett fellépnünk, másodszorban az egészet az Eötvös Kollégiumban rendeztük, és harmadsorban a lektorátus először nem akart engedélyezni, aztán azzal engedélyezte, hogy hát ez egy tanulmányi kiállítás a művészettörténet szakos diákoknak, ami 72-ben tavaszán készült. Volt a Velemi Textil Művészeti Alkotóműhely, ahová 79-80-81-ben egész biztosan én is lementem mindig egy-két hétre, mint kritikus művészeti író, részben ugye kommunikálni, részben segíteni. Az egyik évben ott volt a Gyuri a hatalmas raszteres portréjával, amit ugye egy nagy vászonra nyomott, és azt mindenhova leterítette, az én autómra, mi ránk, a gyerekeinkre. Úgyhogy ezek a fényképek megvannak, és ezek nagyon jók. Mindig hihetetlen megkapó volt a töretlen optimizmusa, hogy mindenben talált lehetőséget, mindig volt benne kíváncsiság arra, hogy ezt is kipróbálja, azt is kipróbálja, bármilyen ötletnek rögtön látta az összes lehetséges következményét és kifutását, és kitűnő szervező, ugyanakkor a saját munkájával kapcsolatban meglehetősen visszafogott, tehát mi nagyon sokat, majdnem minden évben rengeteget beszéltünk a bélyegképekről, épp úgy, mint a dunaújvárosi szobrokról, magáról a dunaújvárosi erről az alkotóműhelyről, a melósokhoz való viszonyáról, az ottani tanács, ugye akkor még nem önkormányzat volt, hanem tanácsnak az ő művéhez való viszonyáról.